Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Kedves nézőim, gondolom egyetértenek velem abban, hogy a hivatásszerűen színházzal foglalkozok általában az előadásokról, a színészekkel, a darabokkal, a rendezővel, önmagukkal foglalkoznak, hiszen az a rendje, hogy böngészik a mire érdemes menni, tehát a kínálatot, jegyet vásárolnak, felveszik a legszebb ruhájukat, aztán irány a színház. A zeneszerző, a díszletmunkás, az ügyelő, a látványtervező kevés figyelmet kap, akár a kommunikációs munkatárs, holott nagyon sokat köszönhetünk nekik. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy meginvitáljuk a Vörösmarty Színház kommunikációs munkatársát, aki távozóban van Székesfehérvárról, akinek nagyon-nagyon sokat köszönhetünk. Tehát vendégem Kovács Emőke, szervusz Emőke. Szia, üdvözlöm a kedves nézőket, köszönöm a meghívást. Igen, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, hogy remek interjúkat készítettél, a honlapon fent vannak, remek az írásaid, nem különben. Csak nem tudjuk, hogy ki van mögötte. Mi tudjuk, akik foglalkozunk a színházzal, de azt hiszem, hogy az emberek többségének is fontos, hogy azt az azonosított darab részt, azt kioldja meg olyan szinten, mint ahogy itt a Vörösmarty Színházban megszokhattuk. Viszont ehhez, hogy eddig eljuss, és majd tovább nyilvánvalók, kell egy út. Tehát kell egy út, és ugye egy Gyergyó Szárhegyi lányról beszélünk, Székelyföld, egy 3000 lelkes település, Foltokban felhős az idő, 20 fok van most egyébként, megnéztem, mielőtt idejöttünk. Amit tudni kell, ugye, hogy Gyergyó Szent Miklós közvetlen közelében van, Hargita megyében, aztán amit még esetleg, hogy 1406-ban Lázár Bernát épített egy kastélyt, ami gyönyörűséges, én magam is jártam ott, aztán a ferences és katolikus templom, illetve a Szármáhegyi kápolna is gyönyörűséges. Általában nagyon szép helyen fekszik a medencében, a Gyergyói medencében ez a kis település. Nos, tehát te onnét indultál. Milyen volt a Gyergyó Szárhegyi lét egy fiatal, tehetséges kislánynak? Épp most Gyergyó Szárhegyről jövök, az elmúlt egy hetemet ott töltöttem, és egy lakodalomra készülve, egyébként a Kádár Dombi Katalin, az elődöm, a színházi elődöm lakodalmára készültünk szombaton, és két itthoni, vagy itteni kolléganőm megérkeztek hozzám Szárhegyre, és amíg gyorsan készülődtem, addig odaadtam az egyik fényképalbumomat, hogy nézegessék, és azt a következtetést vonták le, hogy hát Emőke, neked itt nagyon boldog gyerekkorod lehetett, mert minden fényképen mosolyogsz. És ilyen, valóban ilyen gyerekkorom volt, akkor nekem nem tűnt az fel, hogy én most esetleg jól írok, vagy jól kommunikálok. Nagyon sok otthoni kulturális rendezvényben részt vettem, énekeltem gyerekkórusban, zenéltem, akkor különböző olimpiászokra jártam. Úgyhogy akkor az ott természetes volt, és hát innen indultam. Jó tanuló voltál, szinte bizonyos. Mondjuk így, igen, hogy jó tanuló voltam. Ugye a magyar nyelv az teljesen általános Szárhegyben, meg Gyergyó környékén, tehát ezzel nem hiszem, hogy meggyűlt a bajod. Ugyanakkor egy román iskolában hogyan lehet felkészülni arra, hogy magyar maradj? Román iskolát nem tudom, mert én az összes tanulmányomat magyar nyelven végeztem. Gyergyószárhegyen jártam általános iskolába, meg az elemi osztályaimat ott végeztem, óvodába ott jártam. Szóval én lényegében 14 éves koromig éltem Gyergyószárhegyen, és utána középiskolába, a Székelyudvarhelyi Benedek Elek tanítóképzőbe felvételiztem, oda felvételt nyertem, úgyhogy a következő 4 évemet ott töltöttem, Székelyudvarhelyen. Azt most is úgy érzem, hogy az a második otthonom, oda ugyanúgy hazajárok, mint Gyergyószárhegyre, és ezután következett az egyetem Kolozsváron, ott is magyarul tanultam, aztán Marosvásárhelyen egy második nekifutás, egy másik egyetem, azt is magyarul végeztem. Úgyhogy én lényegében mindenhol a magyar nyelvvel érvényesültem. Szárhegyen jószerivel mindenki. Szárhegyen néhány román család van, akik tudnak magyarul.
de nem, és nem olyan település, mint én ismerek néhányat, ahol a rendőr beszél a román, senki más, jó? A rendőr is tud magyarul Szárhegyen. No, viszont a középiskolán már, középiskolában már tudtad, ugye tanítóképzős középiskolában jártál, hogy tanító szerettél volna lenni egyébként? 8. végén úgy gondoltam, hogy igen, hogy ez így érdekel engem. Nem volt konkrét elképzelés, csak azt tudtam, hogy a Székelyudvarhelyi Benedekelek képző az egy nagyon jó iskola, és hogy ott egy olyan speciális helyzet van a diákok meg a tanárok között, meg egyáltalán egy olyan speciális lét, ahol amit egy másik elméleti gimnáziumban nem lehet megtapasztalni, és ez engem nagyon vonzott, Udvarhely is nagyon vonzott, úgyhogy ezért próbáltam meg, de nyilván élt a fejemben az a gondolat, hogy igen, talán jó lenne tanítani, akkor egy kicsit hosszabb távban gondolkodtam, úgy képzeltem, hogy miután elvégzem a tanítóképzőt, az egy jó alapot adhat, és akkor utána magyar nyelv és irodalom szakra megyek egyetemre, és magyar tanár leszek. Ez volt 8. az elképzelés. Nem egészen így alakult, de se baj, mi ennek örülünk egyéb iránt. Viszont mindig a humán tárgyak felé vonzottál? Igen, igen. Volt 5-8-ban még némi próbálkozásom, matematika olimpiászra is elkeveredtem, mert abból kifolyólag, hogy viszonylag jó jegyeim voltak. Tanultam, a szüleim azért ezt megkövetelték tőlem. Hát így matekből is igyekeztem, de nyilván ez hosszú távon nem vezetett sehová. És akkor jött a Bábesbólyai. Igen, Kolozsvárra felvételiztem a Bábesbólyai Tudományegyetem magyar-norvég szakára, mert akkor ott nem lehet, a magyar szak nem önálló szak volt, társítani kellett valamilyen másik nyelvvel. Nem tudom, miért a norvégot választottam, vonzott. Ezt szerettem volna kérdezni. Izgalmasan hangzott, de ott, hát egy év után ott hagytam azt a szakot, mert úgy éreztem, hogy túlságosan elméleti ahhoz képest, amit én gondoltam róla. Ma már úgy érzem, hogy felelőtlenség volt, vagy túl hamar feladtam, ami rám nem jellemző. Akkor meg úgy éreztem, hogy párhuzamos vagyok azzal a világgal. Melyik volt az az első hely, amikor munkába álltál, amikor azt mondtad, hogy megérkeztem? Hiszen utána másfelé vezetett az utad. Az egyetem után. Mert általában, aki magyar szakon végez, az nagyon sok mindenbe belefoghat. Bármi lehet belőle. Tehát nem feltétlenül pedagógusra gondolok, hanem tulajdonképpen mindenre nyitott. Azt hiszem, hogy ez alatt, az egy év alatt, akkor kezdtem el még intenzívebben színházba járni Kolozsváron. Azelőtt Udvarhelyen is jártam rendszeresen színházban, csak Kolozsváron egy másfajta színházi nyelvvel találkoztam, ami nagyon elkezdett vonzani és érdekelni, hogy mi van mögötte. Én már 12-ben gondolkodtam a teatrológia szakon, nálunk otthon teatrológiának nevezik, ami az itteni színház tudománynak és dramaturgiának egy keveréke. De akkor abban az évben, amikor én érettségiztem, nem indult magyar nyelven ez a szak. Románul meg nem akartam, vagy nem mertem belevágni. És akkor Kolozsváron, miután egy év után ott hagytam a magyar szakot, akkor a Krónika magyar országos napilapnál kezdtem el korrektúrázni, de akkor már tudtam, hogy én erre a teatrológia szakra szeretnék felvételizni. Akkor 2 korrektúrázás után felvételiztem Marosvásárhelyre, teatrológia szakra, ami sikerült. Az egyetemi évek alatt Vásárhelyen voltak különböző munkáink, gyakorlataink, de lényegében, amikor tényleg azt éreztem, hogy azt csinálok, amit szeretnék, és az első konkrét munkahelyem az itt Székesfehérváron, a Vörös Marti Színház. Tehát a Vásárhelyi promenád után megcéloztad Székesfehérvár. Igen. A korrektúráról annyit, hogy a korrektorként én magam is olvastam számtalan olyan írást, illetve hát olyan kiadványt, ahol dolgoztál. Ezek remek. Soroljunk fel néhányat.
olyan írásokat, amikkel foglalkoztatok, hiszen ez egy teljesen általános irodalmi lap volt. A Krónika volt ott Kolozsváron, az napilap volt, minden nap be kellett járnom, utána következett egy kis szünet korrektúra szempontjából. Igaz, hogy Marosvásárhelyen a tanáraim, meg az egyetemem kiadványait korrektúráztam, de utána itt Budapesten, mert az utam Marosvásárhely után nem rögtön Székesfehérvárra, hanem először Budapestre vezetett mesterképzésre. Most is korrektúrázom a szépirodalmi figyelőt, és van egy otthoni színházi folyóirat, a Játéktér, ez a kettő, ami állandó most az életemben, és ezen kívül még ennek a két szerkesztőségnek, hogyha vannak különböző kiadványai, akkor engem szoktak azokkal megbízni, illetve lenne még több korrektúra munka, csak a színház mellett nem mindent ezt tudtam. Ezt kiegészítésként tekintett, hiszen írsz is a korrektor munkát, vagy ez egy olyan foglalkozás, ami mégiscsak tovább segít azon az úton, amit választottál? Mindkettő szerintem. Egyrészt hobbi, egy fura hobbi, másrészt pedig igen, nagyon szeretem a mások írásait olvasni, pláne ami belevág az én szakmámba, mert szerintem ahhoz, hogy én jól tudjak kérdezni, és jól tudjak interjúkat készíteni, meg bármilyen műfajban írni, elengedhetetlen, hogy napi szinten olvassak ilyen műfajokat. Olvastam ilyen mély interjúdat, tehát megtanultad a szakmát, ha úgy tetszik, mert hogy ez már nem szakma, ez már több annál egy hivatás. Hogy kerültél Székesfehérvárra? Hogy jön egy szárhegyi lány Székesfehérvárra, Kolozsvár, Marosvásárhely és Budapest érintésével? 2013-ban, amikor másodéves egyetemista voltam Marosvásárhelyen, akkor meghirdettek egy Erasmus, egy gyakorlatot itt Székesfehérváron. Ennek az az előzménye, hogy a színháznál az elődöm Kádár Dombi Katalin szintén Marosvásárhelyen végezte ugyanezt a szakot. És akkor Szikora János igazgató úr megkérdezte Katát, hogy hát esetleg együtt tudnának-e működni a Marosvásárhelyi Egyetemmel. Akkor jött ez az ötlet, hogy gyakornoknak ide lehet jönni a színházhoz. Ezt a mi egyetemünk meghirdette, én megpályáztam, és akkor 2013-ban az első koronázási szertartás játék voltam a gyakornoka augusztusban, akkor Szikora János igazgató úr mellett gyakornokoskodtam, ott mindenféle feladatom volt. Kint voltam a próbákon, én jegyzeteltem, amikor próba közben ő diktálta az észrevételeit. Matuz Jánosnak segítettem a szövegkönyvben, a már elkészült szövegkönyvben, hogyha esetleg ott a színpadon úgy tűnt, hogy rövidíteni kell a szövegből, akkor dramaturgiai munkát is végeztem. Aztán szeptemberben pedig Kádár Dombi Katalinnak segítettem a különböző évadindító feladatokban. Lehet, hogy ez volt a legjobb pillanat, hiszen 2013-ban a Szent István év kapcsán ugye elindult a királyi napok keretében ugye a Nagy Boldogasszony Bazilika Rómjain a mi csodálatos műsorsorozatunk, és Szent Istvánnál természetesen azt hiszem, hogy ez egy nagy kihívás volt. Igen, én itt azonnal belecsöppentem a forgatagba, aztán azt hittem két hónap után, hogy én nem is gondoltam arra, hogy ennek lesz folytatása, elvégeztem az egyetemet, 2014-ben felvételiztem Budapestre az ELTÉ-re, és akkor 2015-ben hívtak fel, 2015 nyarán a színházból, hogy Kádár Dombi Katalin elmegy, és hogy esetleg lenne kedvem a helyére jönni. Én megjöttem. Volt.
ez egy nagy váltás ilyen értelemben. A színház az megmaradt, rendben van, de egy új társulat. Mit tudtál előtte egyébként a társulatról, illetve Székesfehérvárról? Hát az társulatról többet nyilván, hiszen gyakornokként, illetve segítőként azért itt voltál. De Székesfehérvár milyen értelemben volt vonzó neked? Hiszen egy pesti lány voltál, ha úgy tetszik, akkor már. Székesfehérvárnak nyilván a belvárosa volt vonzó, de nem csak, hanem az a hangulat, ami az alatt a két hónap alatt, előtte nem sokat tudtam Fehérvárról, ez az igazság, hogyha Magyarországra jártam, akkor Budapestre, néhány más várost is ismerek úgy valamennyire, de Székesfehérváron nem voltam előtte. De az alatt, a két hónap alatt, a gyakornoki két hónapom alatt nagyon megragadott az, hogy itt befogadják az embert. És utána az elmúlt három évenben is azt tapasztaltam, hogyha kedves vagyok, segítőkész vagyok, nyitok az emberek felé, akkor itt fehérváriként kezdenek el kezelni egy idő után. És fájó szívvel búcsúzunk. Viszont még ott tartunk, hogy megérkeztél. Tehát nyilvánvaló, hogy a kellős közepébe kerültél, hiszen a társulat akkor erősödött folyamatosan. Új műsorpolitika, új emberek, tehát akkor jött Bagó, Berci, Hargita Iván, nem sorolom, tehát és így tovább, számtalan új színész. Egy olyan társulat alakult ki, ami most már ütős, mondjuk mi némi, nincs benne semmi túlzás. Hogy ismerted meg a színészeket? Általában hogy lehet kapcsolatba kerülni, hiszen ez egy nehéz feladat. Mi azt látjuk, ahogy a bevezetőmben is mondtam, hogy a színésszel azért kapcsolatban vagyunk, de általában rajtad keresztül. És ez kicsit zökkenőkkel ment, nem miattad egyébként. Aztán azt láttuk, hogy egyre inkább kerek lesz az egész. Te ezt hogy élted meg? Így, ahogy mondod, zökkenőkkel. A legelején én egy picit befele forduló vagyok, nem az a típus, aki azonnal mosolyog és azonnal nyit az emberek felé. Ez hátrány egy ilyen szakmában. És a legelső munkám az a Csókos asszony című operett verkfilm készítése volt, és akkor első körben a Csókos asszonyban játszó színészekkel ismerkedtem meg. Az volt a szerencsém, hogy ez egy könnyed előadás volt, és lehetett vicceseket kérdezni. Én akkor mutatkoztam be nagyon sok színésznek, és aztán így szép lassan elindult ez a folyamat. Interjúzni kellett, a büfében találkozni kellett. Én legszívesebben az elején mindig elbújtam volna, vagy egy láthatatlanná tévőköpenyt vettem volna magamra, amikor felmegyek a büfébe. De aztán rájöttem, hogy muszáj nyitni, muszáj beszélgetni velük, a kedvükben kell járni, kedvesnek kell lenni, mosolyogni kell, mindig meg kell kérdezni, hogy vannak, mi van velük, mert muszáj elnyerni valamiféle bizalmat ahhoz, hogy amikor interjúra kerül a sor, akkor ne úgy tekintsenek rám, hogy a szemük sarkából azt figyeljék, hogy jaj, akkor most vajon mi lesz a következő kérdése, vagy ez a kérdés nem tetszik, hanem kialakuljon egy bizalmi kapcsolat. Igen, hát ez bizalmi kérdés mindenképpen. És azt nem lehet, hogy rögtön az interjúnál én oda úgy huppanok le eléjük, mint egy vadidegen, aki addig csak ott jött-ment szellemként a színházban. És egyre jobban ment. Én azt gondolom, hogy egy remek időszak volt számunkra is, mert tiszta, világos, nyílt. Tehát nem víziók jöttek velünk szemben, hanem tudtuk, hogy mire számíthatunk, és mi történik. Tehát megszerette nyilván ezt a színház berkekben élést. Ugyanakkor volt-e olyan pillanat, amikor azt mondtad, hogy ez most csoda? Tehát olyan darab, olyan szerző, olyan színész, akit szívesen emlegetsz majd a későbbiekben is. Persze. Vannak kedvenceid? Vannak kedvenceim, nem tudom, hogy erről ezt mennyire szabad hangsúlyoznom. Nyilván én
jövök egyfajta színházi ízléssel otthonról, ami nagyon más, mint az itteni színházi nyelv és itteni színházi világ. Az erdélyi színház az a román színháznak és az erdélyi magyar színháznak egy furcsa keveréke, egy nagyon különleges világot hoz létre, meg román színházi előadásokat is néztem, úgyhogy meg nagyon jó tanáraim voltak az egyetemen, akiknek remek ízlésük volt, otthon rengeteg színházfesztiválra jártunk, blogot írni, úgyhogy többféle külföldi előadásokat is láttam rengeteget. És nyilván nekem első körben meg kellett barátkoznom azzal, hogy Székesfehérvárnak ez az egy színháza van, itt többféle műfajt kell játszani, és én hiába állok úgy ehhez, hogy hát én csak ezt vagy azt vagy amazt a műfajt szeretem, nekem itt most mindegyiket meg kell szeretnem, el kell fogadnom, jobban először mondva. Először elfogadni. Igen, el kell fogadnom. És szerintem az első egy évem az azzal telt, hogy jobban megismerjem, meg jobban elfogadjam ezeket a műfajokat, meg azokat a színészeket is, akik csak bizonyos műfajokban játszanak, abban érzik jól magukat, vagy azokban kapnak szerepet. Ugye az első egy évem szerintem ezzel telt. Akkor beszéljünk inkább a szerződről. Ki a te csupa nagybetűs szerződ és darabod? És akkor ebből talán kiderül majd, hogy merre orientálódjunk, amikor kutakodunk az iránt, hogy mit szeret Kovács Emőke. A színházban szoktak viccelődni velem, mert amióta bemutattuk a H. János Herner Ferika Faterja című darabját, azóta az én irodám ki volt plakátolva, a H. Jánossal készített interjúimmal, szívecskékkel. Úgyhogy azt hiszem azért, mert a H. Jánossal való találkozás az egy ilyen nagyon, nagyon pozitív élmény volt, közvetlen volt, vicces volt, és első pillanattól kezdve úgy beszélgettünk, vagy úgy készült ez a, nem tudom, 2-3 interjú, mint hogyha 10 éve ismernénk egymást. És ez nekem nagyon meghatározó, hogy az interjú alanyom nyitott legyen, és viccelődjön velem, mert akkor én is fel tudok oldódni. Hogyha látok rajta egyfajta görcsöt, akkor én is sajnos hajlamos vagyok arra, hogy bezárjak, és akkor ilyen ijedve olvassam fel a kérdéseimet. Ott meg félre is dobtam a lapot, hogy nem, nincs is erre szükség. Mi is jobban örülünk a mosolygós Emőkének. Egyébként a H. János csak megerősíthetem, hiszen 3-4 napja volt itt a Szabó Magdáról van egy estje, mint ugye tanítvány és barát, és itt volt Székesfehérváron, és a Herner Ferika Faterja kapcsán én is beszélgettem vele, és ugyanolyan volt. Tehát ugyanolyan játékos, mosolygós szemű, aki mégis komoly. Hát tulajdonképpen ugye korán sem véletlen, hogy a kortárs magyar irodalom nagy ágyúja mindenféle értelemben. A drámái is nagyszerűek, a könyvei nem különben. Különben nem is fogadta volna szerintem Szabó Magda bizalmába, de ez mellékszál. Tehát a hasonló stílus. És hát akkor most elérkeztünk oda, hogy ez egy búcsúbeszélgetés. Miért? Hát most úgy döntöttem, hogy továbbállok Székesfehérvárról. Többféle oka van ennek. Leegyszerűsítve úgy mondanám, hogy úgy érzem, hogy most itt eddig tartott. Ez leginkább az én döntésem. Amiatt, mert most még úgy látszik, egy olyan időszakomban vagyok, hogy szeretnék máshol, másfélét kipróbálni. Rám jellemző ez a, hogy 3 évente váltok várost, ami nem biztos, hogy jó azoknak, akik meg szeretnek abban a városban, meg nyilván nekem sem, mert most nagyon... Amikor letöröltem magam a honlapról, akkor azért megtelt a szemem könnyel, hogy most ez itt eddig tartott, de én választottam, úgyhogy most szeretnék egy picit máshol boldogulni, máshol kipróbálni magam. Mi mást kívánhatnék minden Székesfehérvár, illetve a Fehérvár Televízió valamennyi munkatársa nevében, hogy ehhez az úthoz sok erőt neked,
maradjon meg a mosolygós szemed, én örülök ennek a 3 esztendőnek, illetve hát 5 esztendő, mert ha felszínesen is, de már 2013-ban is ismertük egymást. Emőke, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem a Vörösmarty Színház volt kommunikációs munkatársa, Kovács Emőke volt. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!